Milí diváci, dúfam, že ste tieto prvé jarné dni strávili väčšinou príjemne a k vašej dobrej nálade prispieje aj náš dnešný program, v ktorom si dnes po našich správach pripomenieme revolučné dni roku 1848 a na záver nasleduje zostrih z udalostí výročnej členskej schôdze miestnej organizácie Csemadoku. Kedves nézőink, sok szeretettel üdvözlöm Önöket, bízva abban, hogy az első tavaszi napok kielvesztével a kellemes időtöltéshez mi is hozzá tudunk járulni mai műsorunkkal, melyben ma híreinket követően az 1848-as forradalmi eseményekre emlékezünk, majd a helyi csemadok évzáró tagsági gyűléséből kínálunk összefoglalót. Oznamujeme vám, že termín tohto ročného dňa obce je 13. júl 2024. O programoch podujatia vás budeme včas informovať. Köbölkút község önkormányzata tudatja falunk lakosaival, hogy az idei falunap tervezett időpontja július 13. szombat színes programokkal esti utcabállal készülünk, melyről időben tájékoztatni fogjuk Önöket. Obec Gbelce sa zapojila do projektu, v rámci ktorého sa obci podarilo získať nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu časti chodníka v ulici Materskej školy. Z tohto dôvodu oznamujeme občanom, že rekonštrukčné práce sa začnú od 3. apríla 2024 s predpokladaným termínom ukončenia do 2, prípadne 3 týždňov, samozrejme v závislosti od počasia. Rekonštrukcia sa týka ľavej strany ulice smerom od Svodinskej cesty až po Krížnú ulicu. Rekonštrukčné práce bude vykonávať firma Ecom Plus SRO formou nanesenia novej asfaltovej vrstvy. Pri rekonštrukcii bude dočasne obmedzený prístup do dvorov motorovým vozidlom. Rekonštrukcia obmedzí využívanie chodníka nie len pre majiteľov rodinných domov, ale aj širokej verejnosti, a to hlavne z dôvodu, že v spomínanej lokalite sa nachádza aj materská škola. Z uvedeného dôvodu žiadame vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa v dotknutej časti ulice, aby obmedzili parkovanie na chodníku a umožnili tak bezproblémovú prácu pracovníkov. Týmto sa zároveň ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť pri realizácii vyššie uvedených prác. Köbölkút község önkormányzata bekapcsolódott egy pályázatba, mely keretén belül sikerült visszanemtérítendő pénzügyi hozzájárulást nyernie az Óvoda utcai járda egy részének rekonstrukciójához. Ebből kifolyólag tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a felújítási munkálatok előre láthatólag április 3-án kezdődnek, és az időjárástól függően 2, illetve 3 héten át fognak tartani. A felújítás az utca bal oldalát érinti a Szőgyéni úttól a Kereszt utcáig. A felújítási munkálatokat az Ecom Plus vállalat fogja végezni új aszfaltréteg felvitelével. Ami a parkolást illeti, a beállókon, illetve az udvarokban a felújítási munkálatok időtartama alatt az ott élőknek korlátozásokra kell számítaniuk. Mivel az említett részen található az óvoda is, a korlátozások nem csak az ott élőket fogják érinteni, hanem az óvodát látogatókat is. Ezért kérjük az érintetteket, hogy lehetőség szerint a felújítás időtartama alatt korlátozott mértékben parkoljanak gépjárművekkel a járdán vagy annak közelében, így biztosítva a problémamentes munkavégzést. Egyúttal elnézést kérünk a fent említett munkák kivitelezése során esetleg felmerülő kellemetlenségekért. Megértésüket köszönjük!
Nedávno sa nám podarilo pre potreby obce a dobrovoľných hasičov zakúpiť prenosný nástavec k podzemným hydrantom, pomocou ktorého budeme v prípade potreby schopní efektívne a rýchlo napustiť vodou nádrže veľkokapacitných cisternových vozidiel. Nemrég sikerült a község, illetve az önkéntes tűzoltók részére megvásárolnunk egy hordozható tűzcsapot, mely segítségével szükség esetén képesek leszünk a nagy kapacitású vízhordó tartálykocsik tartályait gyorsan és hatékonyan megtölteni vízzel. S finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nám podarilo zakúpiť automatický externý defibrilátor, zariadenie, ktoré v prípade potreby pomáha obnoviť srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Zariadenie spolu s dvojjazyčnou informačnou tabuľou sme pomocou miestneho podnikateľa nainštalovali pri vchode obecného úradu. Prístroj je pomocou kamerového systému obce zabezpečený proti krádeži a po otvorení skrinky tiež zaznie varovný signál. Taktiež je zaregistrovaný v centrále integrovaného záchranného systému. Automatický externý defibrilátor je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, prístupný 24 hodín denne, ktorý dokáže efektívne použiť aj nezaškolený laik podľa inštrukcií, ktoré prístroj vydáva hlasovými povelmi. Inštrukcie k použitiu automatického externého defibrilátora v rámci prvej pomoci poskytnú po telefonickom kontaktovaní tiež operátori linky tiesňového volania 155. Prístroj slúži na analýzu srdcového rytmu a po vyhodnotení rytmu, ak je to potrebné, podá prístroj elektrický výboj. Analýza rytmu prebieha hneď po zapnutí prístroja, nalepení elektród na pacientov hrudník a následne viackrát po dvojminútových intervaloch. Medzi vykonávanými analýzami prístroj taktiež inštruuje záchrancu k správnej a efektívnej resuscitácii do príchodu záchrannej zdravotnej služby. Pracovníci dodávateľskej spoločnosti vysvetlili našim kolegom, dobrovoľným hasičom a opatrovateľkám spôsob použitia prístroja a taktiež si spoločne oprášili svoje vedomosti v oblasti poskytnutia prvej pomoci. Sme radi, že odteraz je v našej obci k dispozícii aj takýto dôležitý prístroj na záchranu ľudských životov. Nyitra megye támogatásával sikerült megvásárolnunk egy automata külső defibrillátort, egy életmentő eszközt, amely elektromos impulzus segítségével hivatott visszaállítani a szív normál ritmusát. Az eszközt a kétnyelvű információs táblával együtt sikerült egy helyi vállalkozó segítségével elhelyeznünk és beüzemelnünk a községi hivatal bejáratánál. Az eszközt lopás ellen a községi kamerarendszer segítségével védjük, illetve a berendezés szekrényének kinyitását követően megszólal egy figyelmeztető hangjelzés is. A készüléket bejegyeztük az országos mentőszolgálat rendszerébe is. Az automata külső defibrillátor egy hordozható első segélyt nyújtó berendezés, mely 24 órán át elérhető, illetve melyet nem kiiskolázott lakosaink is könnyen tudnak használni a készülékek által kiadott szöveges hangutasítások alapján. További instrukciókkal látják el a segélyt nyújtó szemét az országos mentőszolgálat munkatársai is a 155-ös segélyvonal felhívását követően. A készülék először elemzi a szívritmust, és csak akkor adja le az impulzust, ha arra valóban szükség van. Az elemzés rögtön megkezdődik a készülék bekapcsolását, illetve az elektródák felhelyezését követően az eszméletvesztett személy mellkasára. A gép 2 perc elteltével újra elemzi a szívritmust, és ha szükséges, újabb impulzust ad le. Az egyes elemzések között a készülék folyamatosan hangutasításokat ad az életmentő személynek a hatékony újraélesztéshez, a mellkas kompresszióhoz mindaddig,
míg a mentőszolgálat emberei ki nem érkeznek a helyszínre. A beszállító vállalat munkatársai elmondták és bemutatták kollégáinknak, az önkéntes tűzoltóknak és idősgondozó ápolóinknak, hogy hogyan kell használni a készüléket, emellett az elsősegélynyújtás alapjait is átismételték. Örülünk, hogy mostantól községünkben rendelkezésre áll egy ilyen fontos életmentő készülék. Poslankyňa obecného zastupiteľstva samosprávy obce Kbelce Denisa Pástorová na základe obcov vyhláseného výberového konania bola prijatá do zamestnaneckého pomeru ako knihovníčka a kultúrna referentka od 1. januára 2024. Nakoľko funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, pani Pástorová sa pred nástupom do zamestnania vzdala mandátu poslanca. Najbližším náhradníkom podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Belciach o výsledku volieb do orgánov samospráv miesta obcí bola magistra Monika Sarka s počtom hlasov 290, ktorá mandát prijala a po zložení zákonom predpísaného sľubu nastúpila na uvoľnený mandát ako poslankyňa. Obidvom našim kolegyniam gratulujeme k ich novým funkciám a prajeme im veľa úspechov, príjemnú kolektívu a hlavne veľa síl k zvládnutiu ich nových povinností. Köbölkút község képviselőtestületének tagja Pásztor Denisa a község által kiírt versenypályázat nyerteseként 2024. január 1-től könyvtárosi, illetve kultúrreferensi funkciót tölt be községünkben. Mivel a képviselőtestület tagja nem állhat alkalmazásban abban a községben, melyben megválasztották képviselőnek, Pásztor Denisa munkába lépése előtt lemondott képviselői mandátumáról. Az önkormányzati választási bizottság jegyzőkönyvében foglaltak szerint a soron következő legtöbb érvényes szavazatot elért pótképviselő magiszter Szarka Mónika volt 290 szavazattal, aki elfogadta a mandátumot, és miután letette az előírt esküt, elfoglalta helyét a helyi képviselőtestületben, mint önkormányzati képviselő. Mindkét kolléganőnek gratulálunk az új funkcióhoz, sok sikert, kellemes kollektívát és főként sok erőt kívánunk munkájuk során. Na viacerých miestach v našej obci, kde nepretekala voda pod mostíkmi v jarkoch, naši kolegovia z technického oddelenia v spolupráci s podnikateľom a pomocou vysokotlakového zariadenia prečistili kanály pod spomínanými mostíkmi. A község több pontján, ahol nem folyt el a víz az árkokban, a hidak alatt, a technikai részlegen dolgozó kollégáinknak egy magánvállalkozó közreműködésével, illetve egy magas nyomású berendezés segítségével sikerült kitisztítaniuk a hidak alatti átfolyókat. Európske zoskupenie územnej spolupráce Istergranum získalo v rámci projektu z EÚ pre vybrané obce, medzi nimi aj pre Kbelce, oddychový altánok pre cyklistov, ktorý bol umiestnený pri hlavnej ceste pred rekreačným zariadením Ardea ešte v ledných mesiacoch minulého roku. V rámci projektu boli pre všetky členské obce vyhotovené aj informačné mapy. Spomínaná mapa bola nedávno tiež nainštalovaná. Az Istergranum Európai Területi Társulás Európa Uniós pályázaton belül sikeresen pályázott, így településünkön is kihelyezésre kerülhetett a főút mellé az Ardea bejáratához egy fedett pihenőhely kerékpárosok részére. Az említett pályázaton belül községünk részére készült egy információs térkép is, mely nemrég szintén kihelyezésre került. Marec nie je len mesiacom príchodu jary, ale tiež mesiac, keď si maďarský národ pripomína revolučné dni v roku 1848.
Aj žiaci a pedagógovia základnej školy Jánoša Štampajho s vyučovacím jazykom maďarským si uctili tieto historické revolučné dni s malou spomienkovou slávnosťou, ktorú vám v nasledujúcich chvíľach odvysielame a následne uvidíte zábery zo spomienkovej slávnosti, ktorú organizovala miestna organizácia Čemadoku v spolupráci s miestnou samosprávou na námestí našej obce. Március nem csak a tavasz eljövetelének a hónapja, hanem amikor a magyar nemzet az 1848-as forradalmi eseményekre emlékezik. Ezért március 15-én a Stampai János alapiskola diákjai és pedagógusai is egy kis ünnepséggel tisztelegtek, melyet a most következőkben bemutatunk önöknek, aztán a helyi Csemadok alapszervezete és községünk önkormányzatának szervezésében a község főterén zajlott emlékünnepét is önök elé tárjuk. Pedig, mintha megállt volna az idő. Ne türelmetlenkedj, majd eljön a mi időnk is. Európa for, és a sajtó csak azzal van elfoglalva, kit neveztek ki. Kiket fogadott a császár? Nem veszed észre, hogy éppen ezt akarja sugalmazni az udvar? Így adja az alapoló tudtára, hogy itt nem történik semmi, mert itt nem történhet semmi. A birodalom éli a hétköznapi életét. Közben egész Európa lángba borul. Csak mi nem mozdulunk sehová. Úgy van. Már nekünk is tenni kéne valamit, mert teljesen megőrít ez a tehetetlen várakozás. Nyugalom, csak nyugalom, nekünk is van politikán. Kivárni a megfelelő pillanatot, aztán cselekedni, cselekedni végre. Recseg az egész hajó. Túlságosan korhadtak az eresztékek. Azt várom már, mikor roppan derékváz a hajó. Ne heveskedj, a katonaság tartik fegyverben csak parancsra vár. Értsétek meg, még nincs itt a kellő idő. Várni kell, kivárni a megfelelő időt. Várni, várni, könnyű azt mondani, de engem szétfeszít az indulat, ha arra gondolok, hogy elszalasztunk egy lehetőséget, egy történelmi esélyt. Minden nemzet, minden család, sőt minden ember meghasonlott önmagát. Az emberiség a középkor óta nagyot nőtt, és még mindig a középkori öltözet van rajta. Imittam ott megfoltozva, és kibővítve ugyan, de ő mindazonáltal más ruhát kíván. Mert ez így szűk neki, mert szorítja keblét, hogy alig vert lélegzetet. Aztán szégyelli is magát, hogy ifjú létére gyermekruhát kell viselnie. Így van az emberiség, szégyen és szorultság között. Kívül csöndes, kissé halványabb a szokottnál. De belül annál inkább háborog, mint a vulkán, melynek közel van kitörése. Száz viharral majd hazánkra támad. Régi hittel, régi dallal, új erővel, diadallal védjük szép hazánkat. Nemzetemet dúlt a már tatár, harácsolt a török, uralkodott fölötte annyi más nemzet. Minden vészből, gyászból új életre keltünk, s feltámadásról himnuszt énekeltünk. Régi hittel, égi tettel, lesz még ünnep itten egyszer, győzni fog mi népünk, hogyha eddig nem veszett el, szembenéz új évezerrel, Istenünk mi vélünk. Küzdj és bízva bízzád, ez költünk szava, s élni fogsz örökké, nagy magyar haza. Mi mostan a magyar, hol dicsőség halvány kísértete, fölföltül is lebúvik nagy hamar, ha vert az óra udva mélyébe. Hogy hallgatunk, a második szomszédig alig, ha küldjük életünk neszét. Saját testvérinkig ránk készítik a gyás gyalázat feketemezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég, szégyellnem kell, hogy magyar vagyok. Itt minálunk nem is hajnalik még, holott másod már nap úgy ragyog.
de semmi kincsét hírért a világon el nem hagynám én szülőföldem, mert szeretem, bőn szeretem, imádom gyalázatban is nemzetem. Meddig alszol még hazán? Míg rád nem gyúl a ház, mindig még a félrevert harang föl nem lármáz? Ropog, hosszan ropog csatárok fegyvere, ágyúk bömbölnek, hogy reng a világ bele. Te ég, te föld, talán most összeomlotok. Meddig alszol még hazám? Miért zárjátok el utamat? Előre vannak vágyaim. Én használni, nem ragyogni akarok. Lelke viharának észrevénen ezer új hangja támad. Süvít, sikolt, s az emlékezett keresztfáin a honvágy és a bánat feszít. Eredj, ha nem hiszed. Meddig alszol még hazám? Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább semmint hordani itt a jármot. Szord a szelekbe minden régi álmod, ha úgy látod, hogy minden elveszett. Meddig alszol még hazám? Eredj, ha ittelen hiszed, a hontalanság odakűn nem keserű, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakűn a világban nem ácsol a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. Meddig alszol még hazán? Talán föl sem ébredt, csak a más világon. Szilaj lelkesedés foly bennem, mint tűzár. A vérszag s a füst megrészegít a már. Előre rontok én, ha élek, ha halok. Szívdobban, 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 kalapács koppan, tűzlobban, még szebben, még jobban, kalapács koppan, szívdobban. Hely rajta, hely rajta, kezed át új híd két partja, lobog a zászló, repül az ének, szívek a légben összeérnek. Mély víznek két partja, nagy erős vas híd döng rajta. Hely rajta, 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 hely rajta. Mély víznek két partja, nagy erős vas híd döng rajta. Thank you.
megbántották, leszaggatták a három színt, keblünkről beljebb vándorolt, befogadták a szíveink. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, amíg zöldel a rét füve, lesz jel, eszünkbe juttató. Hogy hitünk hol van, hol hazánk, hogy hová, kihez tartozunk, s ki a föld, hol elsüllyed koporsunk, ha meghalunk. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, amíg zöldel a rét füve, míg lesz magyar szív, dobbanó. Kedvünkről letilthatják, letéphetik a három színt. Kedvünkről beljebb vándorol, befogadják a szíveink. E három szín után fog szívünk sikoltva égni, vérzeni. Ki mindenünnen leszaggatta, jöjjön és onnan tépje ki. Hallottuk a szót, mélység és magasság visszhangozza azt, s a nagy egyetem megszűnik forogni egy pillanatig. Mély csend lőn, mint szokott a vész előtt. Megemlékezésünk közben bizonyára néhányatokban megfogalmazódik a kérdés, miért is kell minden évben megünnepelnünk az 1848-49-es történelmi eseményeket. A kérdés megválaszolása összetett és sokrétű. Én azt gondolom, hogy számotokra az élet dolgainak megértéséhez, a mindennapi feladatok, gondok áthidalásához, felnőtt életetek során majd elengedhetetlen a történelmi múlt megismerése. Azoknak az embereknek, vezető személyeknek, tulajdonságainak felismerése, akik kiálltak nézeteik, eszméik mellett, és akár az életüket is feláldozták mindezért. Mert nem csak a múlt nemzedékének, hanem igenis nekünk is szükségünk van az ő tulajdonságaik birtoklására. Olyan, mint a kitartás, a hősiesség, az összefogás
példaértékű kell, hogy legyen mindnyájunk számára. Mégis azt gondolom, és minden évben elmondom, hogy mindenkinek tartoznia kell valahová. Erre gondoljatok akkor, amikor a nemzetiség és az anyanyelv szavakat halljátok majd a jövőben. Büszkék legyetek magyarságotokra, hovatartozásotokra, bárhová is vet a sors benneteket. A mai nap egy csodálatos, meghitt, ünnepi, megemlékező műsort láthattunk, hallhattunk a 9-es tanulóktól főként, és az énekkar tagjaitól. Köszönjük nektek ezt az élményt, ezt a felemelő műsort, valamint Dudek tanítónéninek, Kodner tanítónéninek és Fodor tanítóbácsinak, hogy betanították. Azt is el kell mondanom, hogy ez nem jöhetett volna létre Hegedűs tanítónéni és Fiala Danis tanítónéni segítsége nélkül. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy más neked tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is kidolgáját remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöt, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím, itt a kő, de föntről a kő sem látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek itt dolgozók itt, költők is bűntelen. És csetszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva. Míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra, majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat boríts ránk virrasztó éj felleg. Köszönjük szépen Varga Barnabásnak, a Stampai János Alapiskola 9. osztályos diákjának szavalatát. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő egybegyűltek! Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a márciusi ifjak emlékére állítatott kopja felőtt, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepségén, amely Köbölkút község önkormányzata, a Stampai János Alapiskola, a helyi csemadok és a Magyar Szövetség szervezésében jött létre. Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, Geri Valériát, Kisújfalu község polgármesterasszonyát, a Magyar Szövetség érsekújvári járási elnökségének tagját,
Bolya Szabolcsot, Kövölkút község polgármesterét, Szibor Katalint, a Stampai János Alapiskola igazgatónőjét és Pintér Éva igazgatóhelyettes, Balogh Renátát, a helyi óvoda igazgatónőjét, valamint Mocskos Évát, Kövölkút község alpolgármesterét és a helyi Csemadok alapszervezet elnökasszonyát. Továbbá köszöntöm a résztvevő önkormányzati képviselőket, az önkormányzat dolgozóit, a Stampai János Alapiskola és a helyi óvoda pedagógusait és diákjait, a helyi szervezetek és csoportok vezetőit és tagjait, valamint falunk lakosait. Nemzeti ünnepünk alkalmából nem csak kitűzzük a kokárdát, és kívül, de legbelül a lélek is ünneplőbe öltözik. A nagyvilágban egymáshoz igazolik a magyar szívdobbanás, összejövünk, aki csak teheti, együtt lenni, szembenézni a múlttal, álmodni a jövőt. Széchenyi István szavait idézve, tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelen, és munkálkodhass a jövőn. Ennek szellemében emlékezünk a mai napon 1848 hőseire, a forradalom és szabadságharc példájára, és ebből merítsünk erőt a jövőre vonatkozóan. A Március ifjak által szerkesztett kiáltvány így kezdődik. Mit kíván a magyar nemzet? Majd így folytatódik. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Így legyen! Most pedig átadom a szót polgármester úrnak, és megkérem, mondja el ünnepi köszöntőjét. Tisztelt polgármesterasszony, tisztelt alpolgármesterasszony, igazgatónők, hivatalvezetőasszony, tisztelt önkormányzati képviselők, kollégák, tisztelt ünneplő közösség, kedves diákok, kedves pedagógusok, tisztelt doktor úr, kedves jelenlévők! Engedjék meg, hogy én is nagyon nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel köszöntsek mindenkit Kövölkút község önkormányzata nevében. A magyar történelem legdicsőbb napjai az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kötődnek. Ismert és névtelen hősök harcoltak egy igazságosabb társadalomért, és küzdelmük sok esetben hősi halállal végződött, de önfeláldozó szellemiségük máig hat. A korszak szereplői mindannyian hősök voltak, 1848. március 15-én a legtöbbet hangoztatott név Kossuth, Petőfi, Jókai vagy éppen a bebörtönzött politikai fogoly Táncsics Mihály neve volt. Majd Bemapó, Percelmór, Görgei Artúr és számos más vezér nevét is említhetjük, akik sokszor kilátástalan körülmények között is bátorították a honvédeket a helytállásra. Olyan nevek ezek, amelyek mindannyiunk számára ismerősen csengenek, hallhattuk egykor a történelem órákon, de vissza-vissza csengenek a márciusi ünnepségek alkalmával is. Tisztelt emlékezők, kedves barátaim! A világ úgy fordult, hogy csak egyféleképpen lehet ma sikeresen küzdeni. Ez pedig nem az, hogy hősi halált halunk, hanem hősi életet élünk. Ezt a Vas Albert idézetet olvasva azon gondolkodtam, vajon hogyan is tudnánk mi hősi életet élni, és hogy valójában mit is jelent a hős. Olyan valaki, aki egy átlagos személynél lényegesen kiválóbb jellem, vagy rendkívüliek a tulajdonságai, és ezek az adottságok képessé teszik arra, hogy azokat a különleges tetteket véghez tudja vinni. Ezek a képességek nem csak testi, fizikai jellegűek, hanem lelki, szellemi erők is. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei mind egytől egyig kiváló jellemek, rendkívüli tulajdonságú és adottságú emberek voltak. A vérükkel, az életükkel szolgálták a hazát, a magyar jövőt. Értünk, az őket követő nemzedékekért harcoltak,
a magyar nemzet felemelkedéséért, sorsunk jobbra fordulásáért. S vajon tőlünk mit követel a haza ma, 2024 márciusában? Hősi életet kell élnünk, ahogy Vas Albert is írja. A mindennapokban kell hősi életet élnünk, a gyökereinkbe, kultúránkba kapaszkodva, össze kell fogni közösségeinket, és egy szebb, szabadabb jövő reményében neki rugaszkodnunk a megvalósításnak, akkor méltók lehetünk és méltók leszünk 1848 örökségéhez. Azt kívánom tehát, hogy legyünk mi is hősök a mindennapokban, és adottságainkat, szellemi erőnket fordítsuk a közösségünk szolgálatába. További méltóságteljes ünneplést kívánok mindnyájuknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük, polgármester úr! Programunk az óvodások énekével folytatódik, utána Kodner Szilvia tanítónéni vezetésével hazafias nótákat énekelnek a Stampai János alapiskola diákjai. Fogadjuk őket szeretettel! Gyönge szívem igazán. Vigyel, édes lovam hazámig, hogy ne fájjon gyönge szívem sokáig. Vigyel, édes lovam hazámig, hogy ne fájjon gyönge szívem sokáig. Elindultam hosszú útra egyedül, körülöttem borul az ég, nem derül. Én felültem a világ vadlovára, de zabolát nem tettem a szájába. Én felültem a világ vadlovára, de zabolát nem tettem a szájába. Árvából lesz jó katona, mert nincs neki pártfogója. Szabadul még, de nem lehet, letöltöm a három évet. Egyet töltök szép hazámért, kettőt a kedves babámért. Egyet töltök szép hazámért, kettőt a kedves babámért. Kossuth Lajos, Kossuth Lajos, Debrecenből elindul, hey! A lóváról, a lóváról, a részpatkó mind lehull, hey! Hajtsd meg, kocsi
szegény Magyarország soha többé ne sírjon. Hajtsd meg kocsis, azt a lovat hadd fusson, én utánam szegény Magyarország soha többé ne sírjon. Köszönöm az óvodásoknak, az alapiskola diákjainak, valamint az őket felkészítő pedagógusoknak a szép előadást. Most felkérem Geri Valériát, a mai ünnepségünk fő szónokát, hogy ossza meg ünnepi gondolatait. Tisztelt emlékező közösség, hölgyek, urak, pedagógusok, polgármester úr, kedves megjelent köbölkótiak, kedves gyerekek! A Nemzeti Szabadság ünnepi tiszteletével szeretnék köszönteni mindenkit ma, 2024. március 15-én. Nekem jutott az a méltóságteljes, ám nehéz feladat, hogy épp fél évvel a mindnyájunkat érintő parlamenti választások után, egy héttel a köztársasági elnök és 3 hónappal az európai parlamenti választások előtt beszédet tartsak a magyar szabadságról, a kitartásról, az összefogásról, a lelkes, tenni akaró, magukat is feláldozó magyarokról, az odaadó ifjúságról, a lázban égő tömegről, vezetőkről, akik abban az időben karizmatikus egyéniségként, igazi vezérként álltak a nép és a magyarok élén. Az 1848-as magyar forradalom kezdetének 176. évfordulójára emlékezünk. Ha azt mondják 1848. március 15, azt mondjuk márciusi ifjak, Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi, Pilvax kávéház, 12 pont, Landeren nyomda, Nemzeti dal, és még sorolhatnám. Meg annyi jelzőtábla, amelyeket kiváló emberek tettei, gondolatai fűznek össze történelemmé, és válnak meghatározóvá az egyén és a nemzet tudatában. Felszabadult büszkeség tölti el a magyar ember szívét, és valahol legbelül érezzük mindannyian magyarságunk lényegét, hogy jó lenni magyarnak, csak úgy, önmagáért. Szeretjük ezt az ünnepet, mert nem emlékeztet semmi olyanra, ami miatt lesütött szemmel, szégyenkezve vagy piruló orcával kellene állni. Szeretjük, mert nincs semmi benne olyan, ami megalkovásra késztetne, ami hagyna térdelni ott, ahol csak állni szabadna, ami olyan köztes megoldásokat is elfogad, aminek gyermekeink lehetnénk a vesztesei. Szeretjük, mert együtt jár vele az a reménység, hogy lesz még magyar értékeket, lelki és szellemi örökséget felvállaló, itthon magát jól érző ifjúságunk. Szeretjük ezt az ünnepet, mert arra emlékeztet, hogy vannak feladatok, megbízatások, amikben nem lehet másképp eljárni csak úgy, hogy lényünk részévé válnak életet meghatározó igazságok. Jó ezeket érezni, az ember szeret büszke lenni magára, családjára, falujára, fajtájára. Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló sziklákat lát, nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Petőfi Sándor 1847. februárjában vetette papírra ezeket a sorokat. Alig több mint egy évvel később, 1848. márciusában a nemzet egy újabb egekbe nyúló kősziklát emelt. Március 15-ét a Magyar Országgyűlés 1991-ben nemzeti ünneppé nyilvánította, azaz minden magyar ember ünnepévé tette, bárhol is éljen a világon. Ezt a kötődést senki nem veheti el tőlünk. Ez a megemlékezés a határon átnyúló magyarok mindennapi harcait, a szabad, egyenlő élet iránti vágyát is magába hordozza, épp úgy, mint a márciusi ifjak szabadságvágyát. Azóta mi magyarok minden év március idosán összegyülekezünk, hogy a költő szavaival élje, áttekintsük a múltak tengerét, és szemünkkel azt a bizonyos kősziklát keressük. A forradalom minden évben újjászületik a szívünkben.
Belegondolunk, hogy milyen nagy bátorság volt egy régi és erősen megkopott, de nagyhatalmú és erős politikai rendszer ellen fellázadni. Nemzeti színű kokárdát tűzünk a szívünk fölé, gyermekeink kezébe apró zácsocskát adunk, kimegyünk a térre, és megpróbáljuk megfejteni a titkot. 1848 kősziklájának a titkát. Tisztelt ünneplő közösség! Számomra 1848 márciusa a reményt, az új utakat kereső, bátor közösség alkotó erejének kiteljesedését, az összetartozást, az összefogást jelenti. A titok valószínű ez, a feltétel nélküli összefogás a közös cél érdekében. Ha azt halljuk, legnagyobb magyar, tudjuk, gróf Széchenyi Istvánról van szó. Ha azt mondják, magyar függetlenség legnagyobb alakja, Kossuth Lajos jelenik meg szemünk előtt. A hazabölcse pedig Deák Ferenccel azonosul tudatunkban. Mekkora emberek, micsoda egyéniségek, és mennyire különbözőek, és mennyire azonosak hazaszeretetükben. Kossuth Lajos és Széchenyi István társadalmi felfogása, Magyarország függetlenségével kapcsolatos nézetei jellegzetes különbségeket mutattak. A két nagy magyar heves vitákban bírálta egymás nézeteit, miközben mindketten életüket adták volna a magyar népért, a nemzet felemelkedéséért és függetlenségéért. Míg Széchenyi 1842-es akadémiai beszédében a nemzetiségekkel szembeni türelemre intett, addig Kossuth a korszellemének megfelelően harcos nacionalista volt. Széchenyi ezt írja naplójában 1848. március 15-én este. Ma látom, Magyarország tökéletes felbomlása felé halad. Az egész úgy tűnik fel előttem, mint valami rossz álom. Ó, szent nem ez is! Egy lengyel és Kossuth hordják a gyúlékony anyagot a tűzre. Mit lehet tenni? Battyány Lajost és Kossuthot kell támogatni. Hallgatnia kell minden gyűlölségnek, ellenszemnek, minden becsvágynak. És 1848-ban el is hallgatott a gyűlölködés, az ellenszem és a becsvágy. Megmozdult a tömeg, és vezetői mögé állt. Ugyanis a vezér a harcban nem elég. Tömeg kell, sorkatona kell, aki erőt, sokaságot, hatalmat képvisel, és aki fegyvert ragadott annak idején. Tömeg és összetartozás kell. Petőfi ezt így fogalmazta. Bárkié is a dicsőség, a hazáé a haszon. Elgondolkodtató mondat ez számunkra. Bárkié a dicsőség, a hazáé a haszon. Manapság képesek vagyunk-e erre vajon? Békeidő van. Jólét, szellemi és egyetemes szabadság uralkodik. Mindenünk megvan. De vajon tudunk-e ügyért élni? Tudunk-e tenni közösségekért, csoportokért, falunkért, bármi közösért tenni úgy, hogy lobogónkra ez legyen kitűzve, bárkiért, bárki a dicsőség, a hazáért a haszon. Tudunk-e félreállni, háttérben maradni, tudunk-e csupán csak azért tenni, mert kell, mert ezt kívánja közösségünk fejlődése, falunk épülése, gyermekeink értékekkel teli jövője. Tudunk-e lemondani saját értékeinkről, alárendelni magunkat, véleményünket a nagyobb közösségek igényeinek, akaratának? Tudunk-e igazodni, egyességet kötni, vezetőket követni? Nos, az utóbbi évek felvidéki magyarság választási vereségei azt mutatják, mi összetartozásból megbuktunk. Fordulópontoknál sem tudjuk félretenni ellenszemünket, nem tudunk gyűlölködés és becsvágy nélkül az orrunknál tovább látni. A közös célért mindent félretenni nem voltunk elegen, amikor kellett. Remélni egy jobb jövő eljöttét, mint láttuk, ma már nem elég. A mindenkori politikai hatalom irányít és meghatározza mindennapjainkat. Ha ebben mi, magyarok, nem tudunk részt venni, nem tudunk alkotói lenni, nem lesz jövőnk. Elsorvadnak falvaink, iskoláink, kultúránk. Emiatt kell meghalnunk a hívó szót. Lélekben
A közös egymásért gondolkozásban kell egyek legyünk. Lényeges, hogy az egyén ne csak saját magára gondoljon, hanem a közre és a közösségre is. Akarjunk végre közös magyar jövőt építeni, hogy újra súlya legyen a felvidéki magyarságnak. Ha ezt együtt akarjuk, akkor van jövőnk. Akkor a magyar név megint szép lesz. Szólnia kell tehát mindenki lelkében a nemzeti dalnak. Ha elhangzik a talpra magyar, mindenkinek értenie kell, mit is jelent, s mindenkinek tudnia is kellene, hogy mi az, amit fel kellene vállalnia. Küzd ezért derekadra övedet, és indulj, és hirdesd, és példázd, mutasd, és tedd. Benedek Elek szavaival zárnám ünnepi beszédem. Ne félj, ne szégyeld szeretni a hazát. Ma a világpolgárság a divat, de te ne hódolj e divatnak. Inkább légy vad magyar, mint szelíd hazafi. Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra. Isten áldjon hát mindnyájunkat. Hajrá, Felvidék, hajrá, Köbölkút! Köszönöm. Köszönjük a szép szavakat. Programunk a Csemadok mellett működő asszonkórus előadásával folytatódik. Fogadjuk őket szeretettel. Kossuth Lajos táborában két szál major Anna, egy szép barna, de magyar huszár sejlovák karéjozza. Ne karéjozz, magyar huszár, mert leesel róla. Nincsen itt a te édesanyád, sej, aki megsíratna. Ne sírasson engem senki, jól vagyok tanítva. Sem léptébe, de sem bátrába, sejle nem esek róla. Mert a huszár a nyeregbe bele van teremtve, mint a rozmaring a jó földbe, sejbe legyökerezve. Mert a huszár a nyeregbe bele van teremtve, mint a rozmaring a jó földbe, sejbe legyökerezve. Huszár gyerek, szereti a táncot. Az oldalán csörgeti a kardot. Ha csörgesse, pengen sarkantyúja. Kossuth Lajos verbunkja a muzsikáltatója. Falu végén szépen muzsikálnak. Oda hívnak engemet is magyar katonának. Be is állok a verbunkba, ha már verbúválnak. Elmegyek a pajtásimmal vitézre grútának. Szép a huszár, felül a lóvára. Arany mente a hátára, kard az oldalára. Virágcsokor a csákóján, úgy megy a csatába. Ne sír, rózsám, megtérek még a szabad hazába. Virágcsokor a csákóján, úgy megy a csatába. Ne sír, rózsám, megtérek
szabad hazába. Föl-föl vitézek a csatára, a szent szabadság oltalmára. Édes hazánkért hősi vérünk, ontjuk, hullatjuk, nagy bátran míg élünk. Föl-föl látjátok lobogómat, indulj utánam, robogó had. Zengdőr kazágyú csatog a kard, ez lelkesíti csatára a magyar. Híres Komárom be van véve, Klapka György a fővezére. Büszkén kiáll a csatatérre, hajrá, huszárok, utána előre! Köszönöm az asszonykórus ünnepi előadását. Az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc emléke alkalmából szólítom a megemlékezőket, hogy helyezzék el koszorúikat. Köbölkút község önkormányzata nevében Bolya Szabolcs polgármester úr, Bilko Mónika és Porubszki Beáta. Nevében Geri Valéria és dr. Hunyivár Imre. Tampai János alapiskola nevében Cibor Katalin igazgatónő és Pintér Éva. A nevében Balog Renáta és Fekete Szörnyi. Csemadok Köbölkúti alapszervezet nevében Mocskos Éva és Lévaldi Mónika. Köbölkúti Nyugdíjas Klub nevében Antalik János és Kis Sándor.
vadászszervezet nevében Hegedűs János. Szorúzás végeztével szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az ünnepi megemlékezésen való részvételét. Zárásként énekeljük el a nemzeti hímnunkat, a himnuszt. Sesnáste ho marca sa konala v miestnom kultúrnom dome výročná členská schôdza miestnej organizácie Čemadoku. V nasledujúcich minútach vám ponúkame zostrih z udalostí tejto schôdze. Március 16-án került megrendezésre a kultúrházban a helyi Csemadok alapszervezetének évzáró tagsági gyűlése. A következő percekben ebből az eseményből kínálunk összeállítást.
volt. A fiatalok szabadságot akartak. Jobb életet mindenkinek, énekeltek, szavaltak. Oda veszed sok élet, a hősökre emlékezünk, nekik rengél az ének. Nézd, itt jön egy katona, egy kénál a bajusa, tisztelet, tisztelet. Kapitány úr, jelentkezem, olyan hangját az én nevem!
Bögör útra leállnék! Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Megvárjuk, még az lovisok picit elcsendesednek. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Köszönjük szépen a helyi óvodásoknak a szép kultúrműsort, és természetesen az óvodai pedagógusoknak is köszönjük, akik felkészítették őket. Nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel köszöntöm Önöket, községünk legjelentősebb kulturális szervezete, a Csemadok Köbölkúti Alapszervezetének hagyományos évzáró tagsági gyűlésén. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem meghívott vendégeinket, elsőként Struhár Izrael Diánát, a Csemadok érsekújvári területi választmányának elnökét. Cibor Katalint, a Stampa János alapiskola igazgatónőjét. Balog Renátát, a Köbölkúti óvoda igazgatónőjét. Porubszki Beátát, a Köbölkúti községi hivatal elöljáróját. A jelenlévő önkormányzati képviselőket, a Csemadok helyi elnökségének tagjait, Mocskos Éva elnökasszonnyal az élén, és természetesen a helyi csoportjainkat, a Stampa János alapiskola diákjait, a Csemadok asszonykórusát, a Kantáta Domino egyházi énekkart, és a közben megérkezett képviselő társamat, Farkas Ivánt, Buzlaközség polgármesterét. És Ivánt megkérem, hogy itt a diána mellett foglaljon helyet. Most pedig engedjék meg, hogy ismertessem az évzáró taggyűlés javasolt napirendjét, programját. A megnyitót, az óvoda, a köbölkúti óvodások fellépését, a jegyzőkönyvvezető kinevezése, a munkabizottságok megválasztása,
az elnöki beszámoló a 2023-as évi tevékenységről és a 2024-es év programjának ismertetése, ezt követően pénztári beszámoló, vita, határozat, illetve határozat után a kultúrműsor, melyben fellépnek a Stampa János Alapiskola diákjai, a Kantáta Domino Egyházi énekkar és a Csemadok asszonykórusa, valamint vendégszereplőink, Bertók László, a Black and White zenekar kedves feleségével, majd a vendégszereplőink fellépése után az uzsonna következik. Van-e valakinek valamilyen kiegészítő, módosító vagy egyéb javaslata? Amennyiben nincsen, akkor szavazásra bocsátanám, hogy ez szerint a javasolt napirend szerint folytassuk mai évzáró taggyűlésünket. Ki az, aki ezt támogatja? Köszönöm szépen! Volt-e valaki ellene? Tartózkodott-e valaki a szavazástól? Köszönöm szépen, egyhangulag jóvá hagytuk. Most pedig engedjék meg, hogy felkérjem alapszervezetünk elnökét, Mocskos Éva asszont, hogy tartsa meg éves beszámolóját. Tisztelt tagság, kedves vendégeim! Én is szeretettel köszöntök mindenkit a Csemadok Kövölkúti Alapszervezete évzáró taggyűlésén. Ez az az alkalom, amikor ünnepélyes keretek között lezárjuk a tavalyi évet, és új terveket szövünk a magyar kultúra ápolása érdekében. Legyen ez közös érdekünk és célunk az idén is. Mielőtt ismertetném az alapszervezet tavalyi tevékenységét, szeretnék köszönetet mondani a vezetőségnek a mai évzáró megszervezéséért és az egész éves munkájukért. Köszönöm a kézműveseknek és az asszonykórusnak, hogy itthon és másút reprezentálják a helyi csemadokat és falunkat, és hogy mindig számíthatunk rájuk. Szeretném megköszönni az alapiskola és az óvoda vezetőségének és tanárainak, hogy mindig színvonalas műsorral készülnek a rendezvényeinkre. Köszönettel tartozunk még Kövölkút község önkormányzatának, Nyitra megyének, a kisebbségi kulturális alapnak és önöknek, hogy a tagsági bélyek befizetésével támogatták szervezetünket. A támogatásból a következő rendezvényeket valósítottuk meg. Március 15-én, nemzeti ünnepünkön, méltó megemlékezésünk a koszorúzás volt. Az évzáró taggyűlésünket, melyet Hajtman Lívia és Wurzer Péter vendégszereplők fellépésével színesítettük. Húsvéti kiállítást rendeztünk a kézműves klub igen gazdag alkotásaiból. A Leánbált, melynek ismételt megrendezése igen nagy sikert aratott. Majálisunk a tájháznál kedves családi összejövetelt együttléted eredményezett. Kirándulás Alsóbodokra, az Eszterházi János Zarándok központba és Malonyára az Arborétumba. Hagyománnyá vált, hogy a Stampa János Alapiskola ballagó diákjai könyvvel ajándékozza meg szervezetünk, ezzel is kifejezve a köszönetet és reményünket, hogy közösségünket létszámukkal és aktivitásukkal gyarapítani fogják. A ballagó óvodásoknak a kézműves klub tagjai kedveskedtek apró saját készítésű ajándékkal. Nyári kirándulásunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, a Feszti körképpel és rengeteg látnivalóval gazdagította oda látogató tagjaink életét. Augusztus 20-án Vadkerti Imre lélekemelő koncertjét élvezhettük a helyi templomban. Szeptemberben az Ifjú Szívek Kakukktojás 2 színvonalas előadását csodálhattuk meg. Októberben ismét megrendeztük a már hagyománnyá vált folklórfesztivált sok kedves népi kultúrát kedvelő szereplővel. November 18-án a szórakozni, táncolni vágyó lakosaink az Erzsébet bálon találkozhattak, az óév búcsúztatása pedig a szilveszteri bulin DJ Michael vált lehetővé. Udvard és Vidéke Társulás jóvoltából Nyitra megyétől nyert pályázaton lávaköves kemence megvásárlására került sor,
Köbölkút község támogatásával, melyel a tájházunk felszereltségét gazdagítottuk. Ezen kívül az asszonykórusunk szerepelt Párkánban, a járási dal és tánc ünnepélyen, a Köbölkúti falunapon és az advent ünnepségen. A helyi csemadok vezetősége megtervezte az idei év programját, melyek megvalósítását szívügyének tekinti. Az április 20-ára tervezett leánybárra már 16 leán készül nagy lelkesedéssel. Április 27-én az asszonykórus részt vesz a tavaszi hadjárat emlékére rendezett ünnepségen. Május 4-én ismét családi napot, majálist rendezünk a tájháznál. Június 15-én az asszonykórus részt vesz a járási dal és tánc ünnepélyen Tardoskedden. Július 13-án pedig a Köbölkúti falunapon. Július 27-ére tervezik a kirándulást Nagycenkre, a Széchenyi kastélyba, Fertődre és Sopronba. Augusztus 18-án a 11 órás ünnepi szentmise után Derzsi György koncertjére kerül majd sor a templomban. Szeptember 21-én szüreti vigadalmat tervezünk. Udvard és Vidéke társulás segítségével az idén is nyújtottunk be pályázatot Nyitra megyéhez egy kerámia égető kemence megvételére, melyen a kézműves foglalkozásokat szeretnénk népszerűsíteni. A Csemadok Országos Szervezete 2024-ben ünnepli megalakulásának 75. évfordulója. A Köbölkúti Alapszervezet 1950. január 10-én alakult, így mi csak jövőre szeretnénk megünnepelni ezt a szép évfordulót. Kérem Önöket, hogy idén is vegyenek részt minél nagyobb számban a rendezvényeinken, és ha lehet, hozzák el gyermekeiket és unokáikat, hogy érezhessük a közösség erejét, hogy vagyunk, és együtt sokat tehetünk azért, hogy megmaradjunk. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönjük a nekünk szánt bizalmat. Köszönjük szépen elnök asszonynak a tartalmas és részletes beszámolót. Most pedig engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem vendégünket, Forró Krisztiánt, a Magyar Szövetség elnökét, az egyetlen magyar köztársasági elnök jelöltet, aki közben megérkezett rendezvényünkre. Köszöntjük! És pedig a napirend szerint folytatnánk a taggyűlésünket, úgyhogy megkérném Drégen Juliannát, a Csemadok Alapszervezetének pénztárosát, hogy tartsa meg éves pénztári beszámolóját. Tisztelettel köszöntöm a Csemadok Köbölkúti Alapszervezetének megjelent tagjait. Kérem, hallgassák meg alapszervezetünk pénztári beszámolóját a tavalyi évre. Pénztár állása 2023. január 1-én. 881,37 €. A bankszámla állása január 1-én 1814,12 €. Az alapszervezet összvagyona 2695,49 € volt. Bevételeink összege a 2023-as évben tételesen felsorolva. Tagsági bélyegekből 450 €. A kiránduláson résztvevők befizettek 780 €. Támogatás a Köbölkút községi hivatalból 4400 €. Támogatás Udvard és Vidékétől 1470 €. Támogatás Nyitra megyétől 421,15 €. Kultminor támogatása 2000 €. Kiadásaink tételesen. A tagsági bélyegekből ajánlásra befizettünk 90 €. Ajándékkönyvek a ballagóknak 77 €. Postaköltségek 44,90 €. Anyagköltségek díszítőelemek vásárlására a rendezvényeinkre
1882,79 €. Frissítők, vacsora az évzáró gyűlésre, a Folklore Fesztiválra meghívottaknak 739,14 €. Koszorúk és virágok a rendezvényeinkre 149,30 €. Tiszteletdíjak a fellépőknek és a zenekaroknak 5171,60 €. Buszköltség a kirándulásra 390 €. Banki költségek 68,40 €. Hozzájárulásunk a ruhabérléshez a leánybára 170 €. Ajándéktollak a tagok részére 177 €. Színházbérlet hozzájárulása a Komáromi Jókai Színházba 225 €. Visszafizettük a kölcsönt Köbölkút önkormányzatának 1500 €. Vásároltunk egy lávaköves kemencét, amely a faluháznál lett elhelyezve, 2355 €. A pénztári állás december 31-én 2023-ban 1099,04 €. A bankszámla állása december 31-éhez 2023-ban 1392,17 €. Az alapszervezet összvagyona december 31-ével 2491,21 €. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük szépen Régely Juliannának a részletes éves pénzügyi beszámolót. Most pedig elérkeztünk a napirendi pontjainkon belül a vitához, tehát megnyitom a vitát, és elsőként engedjék meg, hogy Struhár Izrael Diánát, a területi választmány elnökasszonyát szólítsam a mikrofonhoz. Tisztelt polgármester úr, képviselő urak, elnök úr, elnökasszony, kedves csemadokosok! Először is szeretném megköszönni a meghívást arra a rendezvényre. Köbölkútra mindig nagy örömmel jövök, nem csak azért, mert az évzáró taggyűlésen ilyen sokan vannak, hanem azért is, mert tudjuk, hogy az alapszervezet itt nagyon jól működik. És itt kell köszönetet mondani ezúton is az önkormányzatnak, Bolya Szabolcs polgármester úrnak, hogy látja és tudja a fontosságát annak, hogy a Csemadok alapszervezet működjön itt Köbölkúton, és nem csak az alapszervezet, hanem a területi választmány munkáját is segíti. Bármikor, ha jövünk, de ezt elmondhatom egyébként Farkas Iván polgármester úrról is, ha segítséget kérünk tőlük, akár egy gyűlés megszervezése kapcsán, akkor mi segítséget kapunk. És ami az alapszervezetet illeti, hát valahogy így kellene, hogy működjön egy alapszervezet, hogy az óvodások is fellépnek, az iskolásokkal közösen szervezik a koszorúzást, és hát van egy éneklőcsoport is, aki gazdagítja a műsoraikat. Elhangzott már itt, hogy 75. évfordulóját, megalapulásának 75. évfordulóját ünnepli a Csemadok, és hát ünnepi esztendőbe léptünk. 1949 óta azt kell, hogy mondjuk, hogy a csemadokosok azok, akik mindig, minden időben politikai széljárástól, mindenféle ideológiai változástól függetlenül tették a dolgukat, és teszik a dolgukat ma is. És 75 év után is még mindig terveink vannak, és céljaink vannak, és ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy megmutassuk a fiataloknak, azoknak, akik nemrég itt táncoltak és énekeltek a színpadon, hogy érdemes itt magyarként élni a felvidéken. Ehhez oktatás kell, kultúra kell, hagyományőrző csoportok kellenek, kellenek azok az emberek, akik még éneklik a magyar népdalokat, járják a magyar táncot. És ha az érsekújvári járást tekintjük, akkor azt kell mondanom, hogy nem vagyunk hiány hagyományőrző csoportoknak, hiszen szinte minden településen, ha nem is a Csemadok kötelékében, de működik valamilyen éneklőcsoport, daloskör, férfi dalárda vagy tánccsoport. Tény és való, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még több csoport működött, de akkor még mi felvidéki magyarok is többen voltunk, többen ültek a közönség soraiban,
többen vállaltak részt a csemadokos munkából. Számbelileg is többen voltunk, és jóval többek voltunk szándékban és akaratban. Azt kell sajnos mondanom, hogy az elmúlt évtizedekben, években úgy elkényelmesedtünk, és sokkal egyszerűbb otthonról, a fotelból megmondani azt, hogy mit, hogy kellene csinálni, mint hogy mi is odaálljunk, beleálljunk, és kivegyük a részünket a közösségi munkából, segítsük akár az önkormányzatnak, akár a csemadoknak a munkáját. De én hiszem azt, hogy a csemadok 75 éve azért tud működni, mert mindig elszánt és lelkes emberek tették a dolgukat, mindig tették azt, amit tenniük kellett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a csemadok hivatalos megnevezése ugye Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség. Ami azt jelenti, hogy a mi feladatunk az nem csak a hagyományápolás és az értékközvetítés, a kulturális rendezvényeknek a szervezése, hanem az is, hogy véleményt mondjunk társadalmi, közéleti, és ha úgy adja az alkalom, akkor politikai kérdésekben is. Ugye egy hét múlva államfőválasztások lesznek. Éppen 10 évvel ezelőtt Bárdos Gyula, a csemadok országos elnöke volt az, aki elsőként indult a köztársasági elnök választáson magyarként. Hát idén egy másik csemadok tag, éppen Forró Krisztián az, aki vállalta a megmérettetést, hogy a szlovák köztudatba, a tévé interjúk, viták és különböző megnyilatkozások révén olyan témákat vigyen be, amelyek bennünket érintenek, amelyek a magyarságnak fontosak, és amelyekről a szlovák sajtó valójában nem igazán szokott bennünket megkérdezni, annak ellenére, hogy egy 8,5%-os nemzeti rész vagyunk, vagy nemzetrész vagyunk itt Szlovákiában. Hölgyeim és Uraim, tudjuk azt, hogy Forró Krisztián nem lesz köztársasági elnök. Ennek a választásnak most nem is ez a tétje. Felvidéki magyaroknak, a felvidéki magyarságnak ennél jóval nagyobb a tétje. Az, hogy amiről most ezekben a napokban beszélünk, március 15-e kapcsán, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés, arról csak beszélni tudunk, vagy képesek vagyunk ezért tenni is. Tudunk-e egyetértésben gondolkodni és egyetértésben cselekedni? Félre tudjuk-e tenni a sérelmeinket, mindenféle gyűlölködéseinket, gyűlölségeinket, fakadjanak is bármiből, és tudunk-e egységben gondolkodni és erőt mutatni a többségi nemzet számára? Ha valaki azt mondja ma nekem, hogy hát én a szívemre hallgatok és Forró Krisztiánra szavazok, akkor én annak nagyon örülök. De én úgy gondolom, hogy ennek a döntésnek most nem érzelmi döntésnek kellene lennie, hanem egy nagyon jól megfontolt, tudatos döntésnek, hogy magyarként a magyar jelöltet támogatjuk. Mert ez a választás most, elnök úr, kérlek bocsáss meg nekem, hogy ezt mondom, de ez a választás most nem Forró Krisztiánról szól. Ez a választás most arról szól, hogy a felvidéki magyarság, az a magyarság megmaradása és gyarapodása érdekében, az képes-e összefogni, képes-e arra, hogy valamilyen erőt mutasson. Ez a választás most rólunk szól, és én arra buzdítok minden csemadok tagot, hogy jövő héten egyrészt járuljanak az urnákhoz, és karikázzák a magyar jelöltet, a mi jelöltünket. Nehogy úgy járjunk, mint ahogy itt a gyerekek énekelték az előbb, hogy a ló miatt a huszár is elveszett, a huszár miatt a csata is elveszett. Úgyhogy én nagyon bölcs, okos döntést kívánok jövő hétre mindenkinek. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. A csemadokosoknak, a csemadok vezetőségének, az alapszervezeknek pedig további jó munkát, hogy mindig azt hallhassuk itt az évzáron, hogy ilyen gazdag programokat szerveznek az év folyamán. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük szépen elnök asszonynak az elismerő szavakat. Most pedig engedjék meg, hogy felkérjem Forró Krisztiánt, a Magyar Szövetség elnökét, az egyetlen magyar köztársasági elnök jelöltet, hogy ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt polgármester urak, elnök asszony, képviselő hölgyek, urak, kedves csemadokosok!
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Mindig nagyon szívesen jövök Köbölkútra, és szerintem ez egyre csak szaporodni fog. Nagyon sajnálom, és elnézést kérek, hogy egy kicsit később érkeztem ide, és az igazság az, hogy nem sokára el is fog kellene menni, ugyanis a ma március 15-i koszorúzásoknak köszönhetően rengeteg helyen igyekszem megjelenni, tekintettel arra is, hogy a kampány javában zajlik. Vágfarkas dióról jöttem éppen, és utána megyek még Alsószelibe, és utána még tovább. De most nem hagyhattam ki semmiképpen ezt a meghívást, én szerettem volna legalább ilyen formában eleget tenni neki, és ezt az alkalmat is kihasználni arra, hogy minden egyes csemadokosnak megköszönjem azt a munkát, amit a közösségünkért végeznek. Hiszen a magyarságunk megmaradása szempontjából két nagyon fontos pillér van, ezt szoktuk hangsúlyozni. Az anyanyelvünk ápolása és a kultúránk ápolása. Ebben a csemadok mindig, most már 75 éve rendre jeleskedik. 75 évvel ezelőtt alakult meg a csemadok, és pont az érsekújvári járásban, hiszen egy érsekújvár és Muzsla voltak azok, és Gerencsér volt az első három település, ahol megalakult a csemadok. 75 éve viszik a fáklyát, és viszik a kultúra, a magyar kultúra lángját szerte felvidéken. Köszönet ezért a nagy munkáját. Én tudom, hogy nem egyszerű és nem könnyű, hiszen nem csak az ő áldozatuk ez, akik végzik ezt a tevékenységet azzal, hogy kultúránkat ápolják, nem egyszer időbeli áldozatot hoznak, anyagi áldozatot és energiát fektetnek a közösségért és a közösségbe, de tudjuk jól, hogy nagyon sok esetben a családjuk is velük együtt hozza az áldozatot, és ebben azért köszönöm mindenkinek, a házastársának, gyermekének és a szüleinek, hogy segítik és támogatják őket ebben a munkában. És szeretném kihasználni az alkalmat és a lehetőséget arra is, hogy megköszönjem mindenkinek, aki aláírásával segítette a köztársasági elnök jelölésemet. Valamennyi csemadokosoknak, aki aláírta, illetve aki gyűjtötte az aláírásokat, hiszen ennek köszönhetően majdnem 30 ezer aláírás gyűlt össze a szükséges 15 ezer helyen. Igazából egy kicsit több is, de miután kiszűrtük a Pamela Andersonokat és a Michael Jacksonokat, akik szintén aláírták a petíciós ívet, utána maradt 29.508 aláírás, és ezért egy nagy köszönet illeti a közösséget. Úgy, ahogy az elnökasszony az imént elmondta, ez a választás nem rólam szól. Ez valamennyünkről szól. Ez az alkalom, amikor kihasználhatjuk azt, hogy megmutassuk, hogy itt vagyunk, felvidéki magyarként, ezer éve itt élünk, és még ezer év múlva is itt szeretnénk lenni, és azt szeretnénk, hogyha a Köbölkúti Kultúrházban magyarul beszélnének, magyar előadásokat hallhatnánk, és magyar iskolában tanulhatnának a gyerekek. Minden egyes alkalmat ki kell használni arra, hogy felhozzuk azokat a kérdéseket, azokat a témákat, amik számunkra fontosak. Az, hogy a régiók, ahol élünk, azok elmaradott részei az országnak, és van mit bővíteni, van mit fejleszteni rajtuk. Látjuk jól, hogy az autópálya inkább a drágább és a továbbtartó útvonalon, az északi útvonalon épül, ahelyett, hogy itt délen, ahol sokkal gyorsabb, ott épülnek. És ugyanúgy látjuk azt, hogy a Tátrában, ami egyébként nagyon szép, el kell, hogy ismerjük, nagyon sok beruházás érkezik a turizmus szempontjából, de ugyanúgy szép Köbölkút is, ugyanúgy vannak itt finom borok, amiket meg lehet kóstolni és ajánlom mindenkinek, ugyanígy vannak itt pincészetek, és ugyanígy vannak itt vendégszerető, kedves emberek, akik ugyanúgy tudnának örömöt és érdekességet hozni az ide látogatóknak. Ha meg lenne az a megfelelő infrastruktúra, ami például a Tátrában is van. Nos, ezekre a kérdésekre fel kell hívni a figyelmet, és ugyanúgy arra is, hogy vannak dolgok, amik bennünket érintenek és fontosak számunkra, és amik máig nincsenek megoldva. Említhetnénk itt a kettős állampolgárságot, de említhetnénk a kollektív bűnösség elvét is, aminek hivatkozva még ma is előfordulhat, hogy egyesektől elkobozzák a földeket, este úgy mennek aludni, hogy úgy tudják, van még egy földterületük, reggel úgy ébrednek, hogy elkobozták azt, a Benes dekrétumokra hivatkozva, és néhány hónap múlva esetleg autópályák épülnek rajta az Európai Uniós pénzekből. Minden egyes alkalmat és minden egyes lehetőséget, ahogy említettem, ki kell használni arra, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet.
mert nem kapunk megfelelő teret. És az igazság az, hogy csak magunkra számíthatunk. És éppen ezért fontos az, hogy a köztársasági elnökválasztásnál az első körben megmutassuk magunkat. Mert a választás biztos, hogy kétkörös lesz. Nem az első körben fog eldőlni, hogy ki lesz a köztársasági elnök, hiszen a törvény értelmében ahhoz, hogy valaki az első körben köztársasági elnöké válasson, ahhoz az kell, hogy legalább a választásra jogosult polgároknak több mint a fele egyetlen egy jelöltre szavazzon. Márpedig ilyen biztos, hogy nem lesz. 11 jelölt van, és hogyan akarnánk, hogy komolyan vegyenek bennünket, hogyha nem indítanánk saját jelöltet? Éppen ezért, hogy megmutassuk magunkat, a 11 jelöltből legalább egynek, igenis egy magyar köztársasági elnök jelöltnek kell lennie, hiszen majdnem 10%-ot alkotunk, 8,5%-ot. Meg kell, hogy mutassuk magunkat. És igen, meg kell mutatnunk. Azért is, mert ha nem vagyunk ott a pályán, hogy gólt rúgjunk, akkor nagyon gyorsan félreállítanak bennünket. Gondoljunk csak vissza, hogy mikor volt a legsikeresebb időszak a felvidéki magyarság életében. Akkor, amikor az egységes MKP bent volt a parlamentben. Akkor fejlődtek a régió. Akkor jöttek beruházások a déli és keleti ország részekbe. Akkor volt az, amikor segítettünk, mi magyarok segítettünk ennek az országnak, hogy sikerült megdönteni a Mecsiár korszakot, sikerült bekerülni az Európai Unióba, sikerült bekerülni a NATO-ba. Ott voltunk, amikor az országnak segítenünk kellett. És mi lett a hála? Amikor kikerültünk a parlamentből, azóta rendre megfeledkeznek rólunk. Itt van megyei képviselőink, akiknek köszönhetően a régió képviselve van megyei szinten. 54 megyei képviselők vagy, a legsikeresebbek vagyunk az országban. A következő pártnak mindössze csak 20 képviselője van. De ehhez az erőhöz, hogy ezt sikerült elérnünk, azt kellett, hogy összetartsunk, hogy összefogjunk. És ez a feladat jövő héten, március 23-án szombaton. Hogy tartsunk össze, és az első körben mutassuk meg, hogy itt vagyunk, és hogy itt is akarunk maradni. De ez mindenkire szükség van. Március 15-én a forradalmat ünnepeljük. Emlékezünk arra a jeles pillanatra, ami az identitásunk részévé vált. Nem kell mindig forradalmat kirobbantani ahhoz, hogy nagy dolgokat tudjunk véghez vinni. Néha elég kisebbeket is. Jövő héten szombaton, március 23-án induljunk el határozott lépekkel, ahogy tették ezt a márciusi ifjak is március 15-én, 176 évvel ezelőtt. Induljunk el az utánk felé, szálljuk rá azt a 10-15 percet, és mutassuk meg az erőnket. Mutassuk meg, hogy összetartunk, és hogy közösen akarjuk építeni ezt a közösséget, és én hiszem, hogy a 2024-es év így a felvidéki magyarságnak a megerősödésének az éve lesz. Én ehhez kérem a Jóisten áldását és az Önök segítségét, és én biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog, és gondoljunk Petőfi szavaira, aki 176 évvel ezelőtt a lépcső tetejéről mondta mindenkinek, hogy talpra magyar. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen elnök úrnak! A sikerünk tehát valóban a közösségünk összefogásában rejlik. A mi témáinkat valóban egyedül csak Forró Krisztián nyitja meg. Teremtsünk hát magunknak végre jó tárgyalási alapot, ezért legyünk ott sokan március 23-án. Én mindenképpen Forró Krisztiánt, a Magyar Szövetség köztársasági elnök jelöltjét támogatom majd a választások első fordulójában. Kérek mindenkit, hogy vegyünk részt a választáson, és támogassuk a Magyar Szövetség jelöltjét. Sok sikert kívánunk Krisztiánnak, köszönjük, hogy eljöttél ide közénk Köbölkútra, hajrá Krisztián! Most pedig engedjék meg, hogy Nyitra megyei képviselő társamat szólítsa a mikrofonhoz, hogy köszöntse évzáró taggyűlésünket. Tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök úr, elnökasszonyok, kedves köbölkúti csomagtagok, hölgyek, urak! Mindenki tisztettel köszöntök én is a köbölkúti csomagok alapszeretének a helyi szinten, az évzáró taggyűlésén. Én két dolgot szeretnék csupán nagyon röviden elmondani. Nagyon rövid leszek, ígérem. Az első dolog az,
hogy bár Nyitra megyében alaposan megváltozott a támogatási rendszer, ugye új elnök, új söprő, új rendszerek, új politika, 20 év után jelzem, és annak köszönhetően, hogy erősek vagyunk, a köbölkútiak kiállásának, szavazatának köszönhetően is, továbbra is az önök érdekét főképviselni. Polgármester úrral, képviselőtársammal a megyében, frakcióvezetőként mondom, a Magyar Szövetség képviselőcsoportjának elnökeként, hogy tettük ezt eddig is, hasonlóképpen úgy fogjuk tenni ezt a következő időszakban is, bár a megváltozott támogatási rendszerben továbbra is kiállunk a község pázatai érdekei, a csemadok alapszervezete érdekei pázatai mellett, mind olyan tettük ezt eddig is. Erről önök ezt lehetném biztosítani. A másik, a köztársasági elnöki választási kampány kapcsán és a közelgő jövő heti szombati választás alkalmával pontosan 7 napunk van hátra. Annyit szeretnénk elmondani, hogy bár egyéni választás a köztársasági elnöki választás, mégis a közösségünkről szól. Hasonlóképpen, hogy elmondták ezt az előttem felszólalók, való igaz, a magyar közösségnek sikerült kiállni a jelöltje mellett 10 évvel ezelőtt, Bárdos Gyula mellett. Reménykedünk abban, hogy hasonlóképpen sikerül az egy hét múlva szombaton is az első körben. Ne valljunk szégyent. Legyünk erősek, menjünk el választani. Én ezt kértem pontosan egy hete Muzslán is a nőnap alkalmából megrendezett rendezvényen, illetve egy hasonló jellegű évzáró taggyűlésen. Ugyanúgy kértem a mindenható segítségét, és kértem a muzslaiak kiállását, és ma is kérem hasonlóképpen itt egy héttel később a köbölkútiak kiállását. Mutassuk, hogy erősek vagyunk, erős közösség vagyunk, és ne valljunk szégyent, álljunk ki jelöltünkért, álljunk ki általa és rajta keresztül közösségünkért, mert komoly következménye lehetne annak, ha gyengének találtatnánk esetleg, és pehely könnyűvé méretetnénk meg a jövő heti szombati választáson. Én köszönöm szépen a meghívását, elnök asszony meghívását, polgármester úr meghívását. Önöknek kívánom, hogy a mai taggyűlés tartalmas legyen, jó döntéseket hozzanak, és a csemadok köbölkúti alapszeretének azt kívánom, hogy a számításai, tervei ebben az évben is 2024-ben bejöjjenek. Egy év múlva hasonlóan sikeres eredményes tevékenységről tudjon beszámolni az elnök asszony, és azt kívánom, hogy mindenkinek valóban ezen a hétvégén a hétvége teljen szépen. A mai taggyűlés valóban eredményes legyen, és jó hangulatban teljék, és köszönöm szépen a figyelmet, és további tartalmas tanácskozást kívánok mindenkinek, hölgyek és urak! Köszönjük Farkas Ivánnak is elismerő és biztató szavait, és pedig engedjék meg, hogy a vitában én is felszólalva megköszönjem elsősorban a csemadok helyi vezetőségének, az elnökség tagjainak és az elnökség tagjai családjainak, családtagjainak azt az áldozatos, önkéntes, a kultúra területén végzett társadalmi munkát, melyet évről évre, rendezvénytől rendezvényig végeznek a falunk kulturális életének érdekében. Meggyőződésem, hogy ez visz minket előre, és nagyon örülök, hogy egyre többen állnak Köbölkúton a közösség szolgálatába. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki bármilyen önkéntes társadalmi munkát vállal és végez is községünkben, az élet más területein is természetesen, hiszen higgyék el nekem, ennek van a legerősebb közösségformáló és közösség összetartó ereje. Bízom benne, hogy egyre többen és többen tudunk majd szerepet vállalni olyan társadalmi feladatok ellátásában is, amelyet szeretünk és a legtesthez állóbbnak gondolunk, amely közösségünket összekovácsolja és ezzel együtt erősíti is. A helyi önkormányzat nevében biztosíthatom önöket továbbra is minden ilyen jellegű tevékenység, vagy akár új kezdeményezés támogatásáról. Köszönöm szépen! Most
Még mindig a vita napirendi pontban vagyunk, úgyhogy várjuk a vitában hozzászólni kívánókat. Tessék! Tessék bátran jelentkezni, hozzászólni, véleményt alkotni. Amennyiben nincsenek a vitában további felszólalók, úgy a vitát lezárom. És egyben engedjék meg, hogy felkérjem pásztor Denisát a szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottság nevében tegyen jelentést az ülés határozatképességéről. A 220 tagból 113 jelen van, tehát egy ülés határozathozatára alkalmas. Köszönöm. Köszönjük szépen a munkabizottság munkáját. Most pedig megkérem Dénes Mónikát, hogy terjessze be az évzáró taggyűlés határozati javaslatát. Határozathozatal a 2024. március 16-ai évzáró taggyűlésről. A Csemadok Köbölkúti Alapszervezetének évzáró taggyűlése megválasztotta az összevont bizottság tagjait, pásztor Denisát, Lévárdi Monikát, Rajcsányi Györgyit, Dénes Monikát és Zaharadnyicsek Évát. A taggyűlés tudomásul veszi Mocskos Éva elnöki beszámolóját és programtervét az idei 2024-es évre. A taggyűlés tudomásul veszi Drége Julianna pénztári beszámolóját. A taggyűlés tudomásul veszi a vitában felszólaló vendégek és tagok hozzászólásait és javaslatait. Mindenkinek köszönjük szépen a részvételt, a kultúrműsorhoz jó szórakozást kívánunk az elnökség nevében, az Uzsonnához pedig jó étvágyat. Most pedig a kultúrműsor következik, ezért engedjék meg, hogy átadjam a szót Kunyik Sárának, aki a kultúrműsort vezeti majd. Tisztelt vendégeink, szeretettel köszöntjük Önöket! A Csemadok idei évzáró taggyűlése szinte egybeesik nemzeti ünnepünkkel. A tegnapi napon, március 15-én emelt fővel, tisztelettel emlékeztünk a forradalom és szabadságharc hőseire. A mai napon is ezt tesszük, kiegészítve régi hagyományaink felelevenítésével. Elsőként Szabó Dániel István jóhangulatú versét hallgathatjuk. Dani első osztályos tanuló, aki idén először próbálkozott a szavalással, és már is olyan sikeres lett, hogy eljutott Párkányba a körzeti szavalóversenyre. Fogadják őt nagy szeretettel! Kálászló Szilvia, a kis Lajhár, a Lajos. Lajháréknál nagy az öröm, született egy aranyos. Igen bájos, igen ügyes, igen jámbor, igen eszes, gyönyörű szép Lajhár baba, a kis Lajhár, a Lajos. Ámen napon nagyot, ám hogy telnek napok, hetek, jön a gond is rengeteg, olyan sírós, hangja éles, túl mozgékony, néha rémes, súgnak, búgnak a rokonok, jaj, de furcsa egy gyerek. Sóhajtóznak a lajhárok, nem tetszik már senkinek. Rendes lajhálustalom, ha nem szaladgál balon módra. Kérdezgetik a testvérek, ő már mindig a miénk, visszavinni nem lehet. Sír az anyja, morog apja, kérik durván szeléden, ül le kicsit. Figyelj jobban, ne kiabálj már a boltban. Legalább néha pihen, nyugodj már meg, kicsinyám. Ámen napon nagyot fordul kis lajhárunk élete. Jön egy cirkusz, befogadják, légtornászként alkalmazzák. Nevét zúgja a közönség, egyre nő a sikere. Büszke már a Lajhár család, milyen ügyes csemete. Olyan fürge, olyan kecses, csodáljuk, ez természetes.
Lajháréknál ilyen sikert nem ért még el senki sem. Kántáta Romino, egyházi kórus, 27 éve teszi szentkötti a templomokban szeretett egyházi misének ünnepeket, valamint 27 éve színesíti között a község kulturális életét. A kórus tagjai rendkívül emberek, elkötelezettek az egyházi énekek, művek életben tartásában. Folyamatosan gazdagítják műsorukat. A következő előadásuk is ezt bizonyítja. Ma együtt dobban a szív, s benne dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Hangzik el a gyönyörű dal, a Stampa János alapiskola diákjai és a Cantata Domino tagjainak közös előadásában. Az első énekszámukkal a költő visszatér címmel Petőfire emlékeznek. Szólót énekel Czürmanek Dávid, a Stampa János alapiskola 6. osztályos tanulója. Thank you.
lelkesedéssel készültek. Vidám, tavaszi népi játékokat és táncokat mutatnak el. Thank you.
Barocska idevezetésébe az életcsoport jelenleg 10 tagú. Vezetőjük javaslatára közös megegyezéssel válogatják összeműsorukat. A hamarosan elhangzó dalcsoportban magyar nótákat és négy dalokat adnak elő. Fogadják őket sok szeretettel! Az erdei madár.
Krásne slnečné jarné dni, ktoré môžeme využiť na oddych v prírode, v prípade v záhradkách. Zároveň nám dovolte, aby sme vám popriali krásne veľkonočné sviatky. Majte sa krásne, dovidenia. Kedves nézőink, mai műsorunk végéhez érkeztünk. Abban a reményben búcsúzom önöktől, hogy az elkövetkező időszak meghozza az igazi tavaszi napokat, melyet ki tudunk majd használni a természet adta lehetőségekre,
a minél több szabadban való tartózkodásra, illetve a kertekben. Végezetül pedig nagyon kellemes húsvéti ünnepeket.